Szevasztok, srácok, Budapest Józsefvárosban sétálgatunk itt reggel 6 óra múlt, nem sokkal. Az egykori józsefvárosi pályaudvar mellett sétálunk egyébként. Ezt szeretnénk majd megnézni olyan mértékben, amilyen mértékben ezt ugye meg tudjuk tenni. A lényeg az, hogy amit erről a pályaudvarról tudni kell, hogy 2005. december 10-én ment az utolsó személyszállító vonat erről a pályaudvarról. Azóta itt egyetlen egyszer volt mozgás tudomásom szerint egy szergélyes tehervonattal. És hát az enyészeti a terület egyébként. Az egykori felvételi épületből múzeumot csináltak, de az még nincsen megnyitva elvileg. Amit legalábbis megtudtam róla, az így van. Valamikor a MÁV-nak a központi pályaudvara volt a józsefvárosi pályaudvar. Tehát nagyon fontos szerepet töltött be annak idején, 1867 volt ekkor, mikor ugye a központi pályaudvar volt. Ekkor még a keleti pályaudvar nem is létezett. Később, ahogy átadták a keleti pályaudvart, akkor megkapta ennek a pályaudvarnak a szerepét. És gyakorlatilag indult a hanyatlás. Aztán ugye a 80-as, 90-es években bezárták a GANZ gyárat is, ami egyébként itt van mellette, majd azt is meg fogjuk nézni. És onnantól kezdve kezdett csökkenni a forgalom. Ugye valamikor itt még árufeladás is volt. Megkukkantunk itt. Sok minden látszik, valamikor árufeladás is volt. Csak ahogy a GANZ bezárt, onnantól kezdve az is megszűnt. Személyforgalom is csökkent, és 2005-ben be is zárták. De olyat olvastam róla, hogy valamikor régebben is be volt zárva egy pár évig. De egyébként innen indultak a Kunszent Miklós tassi vonatok is például. Szóval egy olyan kocsi gumival. Ez nem csak bét. Ott a GANZ is egyébként, ott az a torony. Ez a GANZ MÁV-nak a... Ott vannak a vágányok is még. Na hát itt is vagyunk. Egykori pályaudvar területén, hát érdekes látni ezt egyébként, mint valami szétbombázott terület gyakorlatilag. Igen, ez itt egész tiszta, ez a macsoköves rész egyébként. Azért vágod, látszasz, hogy az egész, de ez is figyelj, mert azért a plafon. Persze, itt biztos, hogy szokott mozgás lenni. Itt van egy ilyen raktárépület. Itt vannak már vágányok is végre, valahára. Ezeket itt megnézzük. Lehet, mert egyébként a maga a pályaudvarról azt olvastam, hogy eredetileg annak idején ugye ez áruforrozásra épült ki, tehát tulajdonképpen teherpályaudvarnak épült ki, csak a végén megnövekedett az igény ugye a személyforgalomra is, és akkor megnyitották a személyautók részére is ezt a pályaudvart ugye. Hát ugye, ami az érdekessége neki, hogy tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy itt van a szomszédságban az egykori GANZ MÁV-ok gyártelep, ami most ugye piacként funkcionál. És ugye a józsefvárosi pályaudvarról összeköttetésben a GANZ gyár, tehát gyakorlatilag az elkészült szilik, bobók, csörgők, tehát minden, ami ott készült a GANZ gyárban, azt ide húzták be. És innen indultak tulajdonképpen futópróbára ezek a
ezek a járművek. Itt is van egy vágány maradvány. Ez meg lehet, hogy a villamos vonallal volt egy összekötő vágány, mert igazándiból arról jön. Hát olyan. Tehát lehet, hogy össze volt köttetve. Sőt, nem biztos. Lámpa. Hát igen, azok is már. Aztán meglátjuk, hogy arra még mi van. Épületekben annyira nem tervezünk bemenni, mert ki tudja, hogy mi van ott, meg kik vannak itt. Hát egész kívülről is látni, hogy milyen, hogy néz ki. Igen. Hát, mi csak szétnézünk úgy nagy vonalakban, hogy mégis azért egy nagy múltú pályaudvarnak a jelenlegi helyzete most, hogy el. Mert hát ki tudja, hogy meddig van ez is így még, ugye. Amúgy, nézd. Nem olyan nagy, látod, hogy már az aktív vasúti forgalom, tehát tulajdonképpen ez nem olyan hosszú. Uh-huh. Tehát ott már a hát ott már 120 el van gyakorlatilag. Itt is rengeteg, rengeteg épület. Tényleg nagy csend, tehát abszolút egyetlen egy embert láttunk az előbb, egy hajléktalan embert. De egyébként úgy más mozgás itt abszolút. Úgy szerintem itt biztos, hogy Siemens volt, mert amikor jöttünk, én néztem, hogy ott a híd elő vagy után ott volt egy ilyen kis boxerházra hasonlítuk is valami, és biztos, hogy Siemens volt, mert ott már állítottak ruhát. Szerintem biztos, hogy Siemens volt itt abban. Hát elképzelhető, gyerek. Egy Siemens ház kell biztosító berendezés volt. Hát itt olyan sok vágány tényleg nincsen meghagyva ezen a részen, ott talán a másik oldalon, mert tényleg ez ilyen rakodó rész volt. De igen, ami érdekes, hogy ebben a pályaudvarban tényleg, ami érdekes volt, amikor még üzemelt, hogy tényleg volt ilyen a rakodó terület is, meg a személypályaudvaros rész, ugye az fejpályaudvarként volt megcsinálva. De gyakorlatilag most ugye mi ezen a részen vagyunk, ami a rakodó volt, ami ugye áruforgalmat bonyolított le. Az is ott egy raktár például, tehát szerintem... Gyerünk el arra is, mert... Gyerünk el akkor arra, ami talán érdekesebb. Hevederek. Teli van raktárral, komolyan, tehát ott egy raktár, itt egy raktár, az előbb is volt egy. Itt amúgy tudta, hogy ezek felolvoltak, és nem minden teher van, is ment ki. Biztos vagyok benne, tehát. És ha úgy nézzük, tehát ezeket az épületeket valamikor nagyon masszívra építették, mert még azért most is nagyon jól állják a sarat szerintem. Tehát ugye karbantartás minden nélkül azért ezek még szerintem így is. Ezekből van még anyag. Van bennük anyag, tehát elég rájuk nézni igazándiból, hogyha... Még tényleg itt már lakjuk a sűzforma, és tulajdonképpen nem olyan nagy... Igen, ott. Nem olyan nagy ez a pályaudvar. Mint ugye tényleg abban is ugye különleges, hogy ha megnézzük most a három, tehát a keleti-nyugati déli, nincsen ugye rakodó, mivel ugye nincs teherforgalom. Igen, azok kizárólag személyforgalommal berendezett pályaudvarok, ugye. Ez pedig ugye egy teljesen más jellegű pályaudvar volt, igen, ott a Flirt, tehát... Konkrétan már majdnem Kőbánya felsőn vagyunk, azt lehet mondani. Figyelj, kiász ide, látod, ott egy zöld, meg egy villogó sárga. Igen. Tulajdonképpen itt már szinte Kő felső, úgyhogy kisugár, ha az Kő felső. Rengeteg tényleg, ez rakodó területek, amik ott egy hagyott mérlegház is például, az még ott megvan. Na, itt vannak egyébként a vágányok. Itt ott a ganz, ott a szembe, ez a tornyos rész, az egykori ganzmávog.
hát biztos, hogy volt rakodás. Mit itt van? A mérlegház, itt van a mérleg is. Meg is tudjuk nézni ezt az aknát egyébként. Mert még ilyen formában nem láttunk ilyet se. Válna a kedvenc állatom, de hát ezzel jól elbántak. Hát egykor itt nagy élet lehetett, az biztos, tehát... Most ha itt megnézzük ezt, na itt azért már látszik. Szerintem ez volt maga a személyi pályaudvarnak a vágánycsoportja. Hát nézzük meg. Itt már sajnos vonat nem jár. Ugye egyébként villamosított pályaudvar volt nyilván, de látjátok, hogy az egykori felsőleték tartó oszlopok is le vannak már tulajdonképpen bontva elég szépen. Változ ki, hogy mi szedj a földön. Igen, teljesen. Valamiben változ. És az a poén egyébként, hogy maguk a sinek nagyon jó állapotban vannak. Tehát... Nézzük csak ezt meg. Igen, váltójelző. Így fölborítva. Meg egy telefontok vagy pénztárca. Rajta. Megnézzük ott még az angol váltót is. Na, hiányzik már egy síndarab is. Na, tehát itt az angol. Kampózáros váltó. Hol látod azt? Ja, igen, tényleg. Megnézzük. Ezt a hátsó részt itt megnézzük még azért. Arra beljebb szerintem nem megyünk. Itt igazából vasúti szempontból ez az, ami úgy érdekesebb. Még annak szigetelők is, felsőleték tartószlopokról, porcelán szigetelők. Ugye ezek is azért itt látszik, hogy milyenek. No. Tehát itt vagyunk. Itt egy régi kis vágányzáros harampó. Hát ez valamikor egy ilyen szerelőcsarnok volt, szerintem. Ezt azért megnézzük itt, mert miért ne? Ugye itt van a szerelő akna, ugye? Csak teli van dobálva már szeméttel sajnos. Igazából ennyi. Valamikor itten valószínűleg kocsikat javítgathattak. Ilyen gyors javításokat végezhettek rajtuk, amikor ugye szükség volt erre. Hát... Így néz ki ez a kis épület. Na ezt meg kell itt nézzetek, srácok. Itt vége van szépen ennek a vágánynak. Na, merre menjünk tovább? Itt arra elmegyünk, és akkor valahol kijutunk szerintem a pályaudvarról. Szokásos gazdbanjárás. Na, itt is itt van végig a vonóvezeték akna. Igazából itt már elég botlásveszélyes ugye maga az a rész.
Azért itt is láthatjátok, hogy azért szét van ez szépen szedve. Megyünk, csak megnéztem ezt a váltót itt. Mármint, ami marad belőle, ugye. Ott is egy épület, még egy, tehát rengeteg épület. Tehát itt olyan infrastruktúra volt valamikor, hogy... Nézzük csak. Tovább. Tulajdonképpen, ha csak elbontanák mondjuk ezt az egészet, tehát ha mondjuk a földdel tenni egyenlővé, akkor tulajdonképpen ez egy olyan nagy terület, ahol igazából bármit lehet csinálni. Akár lakóparkot, sima parkot, bármit. Hát igen, tehát hatalmas nagy terület. Igen. És azt nézzük, rengeteg épület, tehát ugye csinálva mondjuk egy kis parkot, rengeteg épület lehetne, mert tulajdonképpen, hogyha csak a vegányok helyére rakja a parkot, körülötte lebontja az épületet, és újakat nincs felhúzni, tehát hát egy lakótelep gyakorlatilag elférne. Na hát már vonatforgalom van. Ott egy jelzőhíd is, ott egy begálytársa is. Tehát... igazából ennyi maga a pályaudvarnak a ma is bejárató része, úgy nagy vonalakban. Jó, hát hányosak lehetünk ott a vonatból. Ja, hát le is van biztonsági betéttel egyébként zárva ez a váltó, ez a biztonsági betét rajta. Hát itt már senki sajnos, úgyhogy na, itt van még pár vágány. Figyelj, megnézed, nézd. A rozsás itt fényesebb lesz. Igen, tehát itt valószínűleg a legjobb állapotú vágányon sétálgatunk éppen talán. Mondjuk ott is vannak még jók, meg azért ez a megálltárcsa is ott egész, hogy is mondjam, frissnek néz ki. Ott van egyébként, ott virít a vörös négyzet. Szóval ott tartottam, itt is le van szépen ez a váltó zárva. Tehát ott tartottam, hogy gyakorlatilag a pályaudvarnak a bejárató része az igazából ennyi lenne. Innentől fogva ott már más nem nagyon van. Azért mondom, hogy nagy vonalakban, mert épületekben nem mentünk, mert mindent nem néztünk meg, nem is volt célunk igazándiból. Így nagy vonalakban szerettük volna ezt megnézni, ezt az egykori főpályaudvart, központi pályaudvart. Ugye ma a keleti pályaudvar kapta meg a szerepét már neki. Igazándiból ennyi lett volna ez a kis videó. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, aztán majd legközelebb találkozunk. Szevasztok!